Magyarország és Szlovákia egy éven keresztül dolgozott közösen a Revive Keltsd életre a történelmet projekten. A célja az volt, hogy a közös értékek és közös gyökerekre alapozva olyan értékteremtő munkát tudjunk megalapozni, amelyet a jövő generációjának át tudunk adni annak érdekében, hogy nem csak a megyei, hanem az egész országban átívelő értékeinkre is felhívjuk a figyelmet és fontosságát, hogy a hazaszeretetet és az együttműködést milyen fontos, hogy a jövő generációjának átörökítsük. Ennek keretében a diákok élő történelem órán is részt vehettek, hogy testközelből tapasztalják meg, mit jelentett akkoriban egy földvár. Ilyen órát tartottak például a szabolcsi földvárnál. Itt a történelmünknek a bölcsőjénél vagyunk, a magyarságnak a bölcsőjénél, és ezért nagyon fontos az, hogy ezt a földvárat, amely ilyen remek állapotban fennmaradt, ezt meg tudjuk őrizni, át tudjuk adni az utókornak, mert üzenetet hordoz magával, és ezt az üzenetet pedig nagyon fontos lenne, hogyha méltó helyén kezeljük, és ezért örülünk annak, hogyha a földvárról hallunk, hogyha a földvárat kellőképpen a helyén kezeljük, hogyha az értéktárakban, a különböző rendezvényeken helye van, mert helye kell, hogy legyen. Fontos szerepe volt a kő- és földvár építészetnek a középkori Felső Magyarországon. Ekkorra tehető a vár és egyház építészet összekapcsolódása is. A korai földvárak helyén ugyanis esperesi templomok épültek. Nagyon izgalmas téma a földvárak, és talán kevésbé is kutatott, mint az olyan látványos kővárak, mint mondjuk Diósgyőr, vagy Reggéc, vagy Füzér, de hát ebben a műfajban kitűnő példák láthatók, illetve pompás, monumentális földvárkonstrukció, a szabolcsi földvár. A jelentőségük egyrészt az építészeti különlegességük, másrészt a koraiságuk, hiszen az államalapításkori első megyeközpontok ezek a földvárak voltak. Pár évtizede még nagyon háttérbe szorult és elhanyagolt volt a szabolcsi földvár, ma már azonban egyre több figyelmet kap. A tervek szerint hamarosan felterjesztik, hogy magyar nemzeti emlékhelyé váljon, hiszen a cél, hogy kiemelt turisztikai célpont legyen. Mi a rendszerváltás után akkor még országos műemléki felügyelőséggel készítettünk egy tervet. Ennek a tervnek a nyomán történt meg a temetőnek is a átrendezése. Pontosabban a szétszórt sírköveket hoztuk össze egy csoportba. Akkor történt meg itt a vár alatt egy sétány kialakítása. Szóval ez akkor kezdett először szépülni ez a földvár. A Revive projekt zárásaként egy szakmai kiadvány is megjelenik majd a szabolcsi, a borsodi és a felvidéki földvárrendszerről.